A napi aktuális vendége a témában Harrach Péter, a KDNP frakció vezetője. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdjük először a legfontosabbal. Miért fasisztázik Mesterházy Attila? Hát talán őt kellene megkérdezni, de úgy tűnik, hogy ez nem egy elszólás volt, vagy nem egyedi eset, hanem ha emlékszünk Göncz Kingára és társaira, valami hasonlót mondott, és kérte az Uniótól Magyarország megbüntetését. Magyarország a hazájája, és ő ezt büntetni akarta. És valami hasonlót tett most Mesterházy Attila. Én úgy gondolom, hogy ez az MSZP politikai kultúrájának a részévé vált, nem egyedi esetről van szó. Komolytalan persze a megjegyzés, mert ezt igazán nem veheti senki komolyan, hogy a regisztráció, ami biztosítja azt, hogy a szavazó polgár rákerüljön egy listára, az mitől lenne egy fasiszta cselekedet, ezt ő nem tudná megmagyarázni. Hogyha ez egy fasiszta cselekedet, és ez a diktatúrát segíti elő, ahogy ők fogalmaznak, akkor más országokban, a világon is ugyanez van? Tehát például akkor az Egyesült Államok is fasiszta? Mert hogy ott hát, is van előzetes regisztráció. Ez a kérdés, Mesterházy Attila csak abban reménykedhet, hogy az amerikaiak nem olvassák ezt a szélső baloldali olasz újságot. De én úgy gondolom, hogy komolyan nem is lehet ezzel foglalkozni, inkább egy szándéknak a megnyilatkozásáról van szó. Ha megpróbáljuk tárgyilagosan a választójogi törvényt nézni, akkor azt mondjuk, hogy lehet azon vitatkozni, hogy a regisztráció az egy plusz terhet jelent, vagy nem jelent terhet. Minden esetre, amikor egyfordulós lesz a rendszer, akkor ezzel már könnyítés történik, tehát a regisztráció nem olyan nagy probléma. Tehát én attól inkább nem kell tartani, elnézést a közbevágástól, amivel ugye a szocialisták is nagyon sokszor dobálóznak, hogy itt majd milliók esnek el a véleménynyilvánítás szabadságától. Hát igen, Mesterházy Attila is mondott egy számot, hogy 1 millióval kevesebben fognak szavazni. Miért? Miért gondolja ezt? Én inkább azt látom, hogy az van mögötte, hogy ők olyan eszközöket használtak a választások alkalmával, ami az utolsó pillanatban a komolytalan választókat elvitte, akár egy virslivel, sörrel, akár más jutalommal a szavazó fülkéig, de talán a szállításban is segítkeztek. Ezektől gondolja, hogy most elesnek, és azért vannak pánikban. Tehát akkor lényegében ők ettől félnek, hogy a választási csalásokat, hogyha esetleg megvalósították, akkor ez a jövőben már nem lesz véghez vihető? Úgy tűnik. Úgy tűnik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért divat fasisztázni, mert ugye a baloldal részéről egyre többet hallhatjuk, illetve önnek volt is egy olyan kijelentése az egyik napi rendelőti felszólalásában, hogy Bajnai és Mesterházy verseng a fasisztázásban. Igen, hát úgy tűnik, hogy az SZDSZ szerepét valamiképpen át akarják venni, és mind a ketten pályáznak azoknak a szavazóknak a kegyeire, akiknek ez tetszik. Ha megnézzük, hogy az Európai Unióban miért támadják Magyarországot, mert a gyökér az közös a hazai és az ottani támadások között, akkor azt látjuk, hogy részben politikai oka van, a baloldal veresége, amit nehezen viselnek el, részben gazdasági, hiszen az eltékozolt nemzeti vagyon visszaszerzése folyamatban van, és ezt bizonyos gazdasági társaságok nem nézik jó szemmel, illetve az őket képviselő kormányok sem. Illetve van egy ideológiai eszmei oka is ennek, a ultraliberális törekvések, amik felerősödtek azoknak az uraknak az ifjú korában, akik ma ott ülnek az Európai Parlamentbe, Cohn Bendit és társaira gondolok, 68-ban a diáklázadások idején. Ők egy olyan világot képviseltek, ami a normáknak és a közösségeknek a gyengítését szolgálta, felkavarta, kaotikussá tette az európai világot, és hozzájárult annak az értékválságnak a létrehozásához, amitől ma Európa szenved. Értékválságban szenved Európa, de mennyire szenved a tudatlanságban? Tehát mekkora kárt tudnak okozni az ilyen kijelentésekkel a hazai politikusok? Hát nézd, azt látjuk naponta, hogy itthonról súgnak a kint élőknek, és ők vagy elhiszik, vagy egyszerűen követik a saját politikai családjukhoz tartozóknak a véleményét.
De minden esetre vannak döntéshozók az Unióban, akik ezt komolyan veszik, és az Magyarországnak nagyon rossz. Hát tapasztaltuk a különböző Magyarországot ért támadások és eljárások során, hogy bizony ez sokat árt a mi országunknak. Felelőtlenség és amellett úgy érzem, hogy már-már időnként a hazaárulásnak a tényét valósítja meg. Következményei lesznek, vagy lehetnek az ilyen kijelentéseknek a jövőben? Ez egy politikai megjegyzés volt. Egy politikus legnagyobb büntetése, hogyha a szavazók ezt rossz néven veszik. Én remélem, hogy a magyar választók vannak annyira bölcsek és tisztességesek, hogy az ilyenfajta megjegyzéseket és magatartást azt el fogják ítélni majd akkor, amikor az urnához járulnak. Ez azonban még nem most lesz, viszont kérdés, hogy a kampány elindult-e már most, mert ugye, miről az imént is beszéltünk, hogy mintha versenyt fasisztáznának, csak ezekkel lehet ma megfogni az embereket Magyarországon? Ezzel lehet párt szimpatizánsokat keresni? Hát ez a kampány az mindig a választások utáni napon elkezdődik, tehát tulajdonképpen mindenki kampányol, de egy bizonyos réteget nyilván ezzel meg lehet nyerni. Hogyha megnézi az interneten bizonyos bejegyzéseket, akkor azt látja, hogy van egy réteg, nem tudom megmondani, hogy milyen széles réteg, akiknél a gyűlölet kultúrája az nagyon erős. Azt a választói közösséget talán ez tartja össze. Én nem szeretném megnevezni azokat az új vagy régi politikai szervezeteket, amelyek erre építenek, de biztos, hogy nem azok, akik kivisznek az utcára jó arcú embereket, mondjuk egy béke menet alkalmával, ahol jó ránézni arra a közösségé formálódott együttesre, akik egymás iránt jó szándékúak, tiszta tekintetű emberek, jó arcúak, és a békének, a szeretetnek, az együttérzésnek az eszközeivel dolgoznak. Ezzel szembe a gyűlölet által összetartott politikai társaság, az úgy gondolom, hogy az országnak sem tud használni, de nyilván maguknak és a politikai kultúrának sem. Azt tud használni az országnak, hogy most Bajnai Gordon azt mondja, hogy őt idézzem, hogy egy erős politikai közép, illetve 25 évre előre tekintő program kell, ezt mondta egészen pontosan egy Moson-Magyaróvári lakossági fórumon, és ott többek között olyan vádakat is hangoztatott, hogy felmondták a szolidaritás elvét, illetve az Európai Unióból való kifelé fordulás van. Ezek üres szövegek, tehát mögötten semmilyen tartalom nincsen, hiszen mi egy olyan világot építünk, ami idegen tőlük, ezért természetes, hogy ahol lehet, mindenhol szóvá teszik, hogy mi nem jó úton járunk, de ez a világ egy rendezett világ lesz, ahol érvényesülnek az emberi személy szabadságjogai, éppen úgy, mint a közösségeknek az ereje, és a normák, a társadalmi normák tartják össze ezt a világot. Nagyon sok gyakorlati tennivaló volt eddig is, és nagyon sok építeni való ezen a általunk, éppen a kétharmados felelősség által megvalósított világon. És mi lesz a kétharmaddal a jövőben? Már csak ez az egy kérdésem maradt itt a jövőre. Ugye a szocialisták azt is kitűzték, hogy majd kétharmaddal leváltják a kormányt. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon 2014-ben senkinek nem lesz kétharmada. A jelenlegi kormánypártoknak sem, az ellenzéknek még kevésbé. Azok a törvények, amik kétharmados törvények, sarkalatosnak nevezzük őket, és most egy stabil és a törvények által jól körülhatárolt világot építenek ki, ezeket a törvényekhez egyszerű többséggel nem lehet hozzányúlni, nem lehet visszatekerni azt a kereket, ami az időben már előre haladt. Tehát nem lesz lehetőségük ezt megváltoztatni, és én bízom abban, hogy a jelenlegi kormánypártoknak viszont lesz lehetőségük tovább építeni azt az utat, amit megkezdtünk. Harrach Péter, köszönöm, hogy itt